532 szavazattal Bóni Tünde lett az év női példaképet aranyában. Az év női példaképét köszöntötték a Pécsi Civil Közösségek Házában. 2022-ben Bóni Tünde független bába szülésfelkészítő nyerte el a kitüntetést. Azt mondja, nem is gondolta volna, hogy ő részesül ebben az elismerésben. Elolvastam az összes pályázónak a leírását, és egész más tippem lett volna, hogy ki fogja ezt a díjat elnyerni. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy én ezt nem személyes sikernek élem most meg, hanem már amikor elindult a pályázat, azt gondoltam, hogy egy nagyszerű lehetőség, hogy egy maroknyi szakmai társammal, akik független bábaként vagyunk így definiálva a társadalomban, kapunk egy rövid kis lehetőséget kikerülni az árnyékból, mert hogy jelenleg a független bábasság Magyarországon még nem egy szakmailag teljesen elfogadott hivatás, és nagyon sok tévhit kering körülötte, és hogy nagyon örülök neki, hogy egyre inkább talán közeledünk oda, hogy egy elismertséget, egy szakmai elismertséget is kaphassunk, mert hogy abszolút képzetten, megfelelő felszereléssel, megfelelő szaktudással látjuk el a hozzánk forduló családokat. Úgyhogy a siker szempontjából ez nekem az igazán fontos. A másik része pedig, hogy nagyon meg vagyok attól hatódva, hogy a szavazók többsége, akik jelezték, hogy szavazatot adtak le, olyan édesanyák, akiknek a szülését valamelyikünk, társaink közül valamelyikünk kísérhette. És ez mindig egy olyan szép kapcsolat, és egy olyan megtisztelő bizalmi kapcsolat, és hogy az ő szavazataik alapján lett ez az eredmény, ez egy nagyon jó érzés. Tünde rengeteg támogatást kap a családjától. A férjem az első pillanattól nagyon büszke volt az én hivatásomra, és teljes mellszélességgel oda tud állni mellém abban, hogy a családi programjaink sosem tudhatóak előre. Tehát onnantól kezdve, hogy például egy karácsony körüli időszakban, amikor kicsik voltak a gyerekeim, már októberben lelogisztikáztam és beszereztem mindent ahhoz, hogy biztosan ott legyek, vagy ott legyenek a megfelelő kellékek a karácsonyfa alatt. Odáig, hogyha valamelyik gyerekemnek időpontra kell bárhova odaérni, akkor ABCD verziókat szervezünk le arra nézve, hogy ha én kiesek a képből, akkor ki lesz az, aki be tud helyettesíteni. A gyerekeim pedig abban nőttek bele, hogy a legfontosabbak a számomra, de ugyanolyan legfontosabb a hivatásom, és tudják, hogy nem hagyhatok cserben egy olyan családot, akik számítanak rám, és hogy bizony volt olyan, amikor egészen váratlan pillanatban kellett a családi közös programból kilépni. Utólag sokszor nevetünk ezeken a szituációkon, mert hogy így tudjuk fordítani humorba. Szerintem nagyon jó az, hogy jónak érzem azt a családunk működésébe, hogy az együtt töltött időnél nagyon tudatos minőségi időt töltünk a gyerekekkel. Rengeteg fix olyan dolgunk van, amik vissza tudják pótolni ezeket a bizonytalanságokat, amit az időbeosztás okoz. Idén egyébként már negyedik alkalommal rendezték meg a versenyt, melynek célja, hogy olyan hétköznapi nőkre hívják fel a figyelmet, akik a munkában és a családi életben is helytállnak, illetve megosztják a közönséggel, hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket. 4 évvel ezelőtt az adta az ötletet, hogy nagyon sok olyan pályázat létezik, ami a szakmai életutat ismeri el, de ezek általában nem veszik figyelembe azt, hogy egy nőnek és főként egy édesanyának még nagyon sokféle fronton helyt kell állnia a munkája mellett. És ezzel a pályázattal valójában minden olyan nőre szeretnénk felhívni a figyelmet, aki a munkája mellett egy családról gondoskodik, és próbál egyensúlyozni a különböző szerepeik között. Idén 27 pályamű érkezett, ebből a zsűri 6-ot jutatott a döntőbe. Nagyon színes volt a paletta, hiszen pszichológus, szülésznő, egyesületi vezető, még virtuális asszisztens is volt a jelöltjeink között. Ami talán mindannyiukban közös volt, az, hogy valamilyen formában a segítő tevékenység jellemzi az ő hivatásukat, és mindez mellett a családjukkal kapcsolatban is igyekeznek szépen helytállni és harmóniát teremteni. Nagyon őszinte pályázatokat kaptunk idén, tehát nem csak a sikereket mutatták be a jelöltjeink, hanem arról is vallottak, hogy mi okoz nekik nehézséget a hétköznapokban, és azt gondolom, hogy ezáltal akik olvasták az ő történeteiket, magukra ismerhettek és erőt meríthettek ebből a hétköznapokhoz. A díjátadót március 8-án nőnapon tartották. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat
elnöke nyújtotta át az elismeréseket. Baranya megyében most már egy több éves hagyományt megtartva szerveztük meg a Pécsi Mami Egyesülettel közösen az évnői példaképe díjátadását. A díjátadást megelőzte egy közönségszavazás, amelynek keretében több ezren szavazhattak pécsiek és baranyaiak olyan hölgyekre, akik pályáztak az évnői példaképe díjra. Az idei évben szimbolikus, hogy éppen nőnap alkalmából adhattuk át a díjat, és ez a díjátadó arra is egy jó alkalmat teremt, és a nőnap is erre alkalmat teremt, hogy megköszönjük a hölgyeknek a helytállását, hiszen két kisgyermekes apukaként is tudom azt, hogy otthon a családanyák sokszor kevesebb figyelmet kapnak, mégis egy-egy család nem működne olyan gördülékenyen, hogyha minden sikeres férfi mellett nem állna egy hölgy, aki a hátteret biztosítja. Hát bizony ahhoz, hogy egy társadalom egészséges legyen, hogy a családjaink erősek legyenek, gyarapodóak legyenek, ahhoz elengedhetetlenül nagy szükség van a hölgyeknek a szerepvállására a családba, és a mai példaképek azt mutatják, hogy bizony a 21. században a család mellett a munkában is lehet sikeresnek lenni. Az eseményen minden döntős részesült kitüntetésben, így a legharmonikusabb, a legempatikusabb, a leginnovatívabb, illetve a legsokoldalúbb és a legkreatívabb díjakat is átadták a hölgyeknek.